Több mint 26,5 milliárd forintnyi adósságot vállal át a kormány Fejér megyétől az idei évben. A megyében lévő 5000 fő feletti települések nagy többségében az adósságállomány több mint 50%-át vállalta át az állam, de több megyei település esetében ez az arány, így például Székesfehérvár, Mór és Sárbogárd esetében is 70%. Most történik meg az 5000 lélekszám fölötti települések konszolidációjának a első szakaszának a lezárása. A Fejér megyében ez 13 várost érint, és 26,5 milliárd összegben. Ebből természetesen lélekszám alapján Székesfehérvári a legmagasabb konszolidációs mérték. Ez 9,4 milliárd forintot fog jelenteni a városnak. Mór esetében eleinte 40%-os adósságátvállalásról szóltak a hírek, de egy keddi kormánydöntésnek köszönhetően 70%-ot, mintegy 1,9 milliárdot vállal át az állam. 2012-re értünk oda, hogy a Móri Kórház nulladósan tudott teljesíteni. Ezeket az anyagokat a polgármesteri alatt összeszedte, és érvként vittem a kormányzat elé, hogy az adósság rendezésben Mór kiemelt pozíciót tudjon elérni, mert hisz tudjuk, hogy Fejér megyében az egy főre jutó iparőrzési adó Móron a legmagasabb, így a törvény által a 40%-os adósság átvállalásra lett volna elegendő, de ezeket az érvanyagokat fel tudtam úgy használni, hogy miniszterelnök úr, a kormányzat támogatta a 70%-os adósság átvállalást. Ezzel a város jelentős terhektől szabadul meg, az adóssága 1 milliárd forint alá csökken. Ez alapot biztosít majd a városnak további infrastruktúrális fejlődésre.